Két teljesen eltérő ítélet született a héten. Sztojka Iván, aki Marian Kozma meggyilkolásában volt bűnsegéd, jó magaviselete miatt csökkentették a büntetését, míg egy másik ügyben, az olaszliszkai lincselés kapcsán, amikor a 44 éves szögi tanárurat halálra verték a Borsod megyei községben, az ottani egyik elkövetőt hiába viselkedett a börtönben példásan, Szarka András esetében a büntetés végrehajtási bíró nem csökkentette a börtönévek számát. Tehát, mint mondtam, két teljesen különböző eset, két eltérő ítélet. Segítségül, hogy tudjanak a kérdésünkre válaszolni, összefoglaltuk, hogy mit kell tudni a feltételes szabadságra bocsátás intézményéről. Szerint ez jó, hogy létezik a feltételes szabadlábra engedés intézménye? Tehát, hogy főleg ilyen erőszakos bűncselekményeknél? Mindenképpen jó, és ez egy nagyon régi jogintézmény, és elég szomorú lenne, hogyha ez esetleg megszűnne. Azért jó, mert hagyjuk meg az esélyét annak, hogy esetleg valaki a fogvatartás alatt valóban megváltozik, idézőjelben jó útra tér. Én elég sokat dolgoztam börtönben és börtön közelében is, és elég sok szakirodalmat is olvastam erről a témáról. A saját tapasztalatom az az, hogy nagyon-nagyon ritka az, hogy valaki úgymond igazán bűnbánó. Az árnyoldala ennek az, hogy a társadalom úgy érzi, hogy a személy, akit elítéltek, az nem tölti ki azt az időt, amit a bíróság rászabott büntetésként. Tehát mindenképpen van egy ilyen társadalmi visszásság ennek a dolognak. Sztojka Ivánt pártfogói felügyelet mellett a bíróság 9 év 5 hónap után feltételesen szabadlábra bocsátotta. A fennmaradó 4 év 5 hónapot már szabadlábon töltheti az a férfi, aki bűnsegédként részt vett Marian Kozma egykori veszprémi kézilabdázó meggyilkolásában. Marian Kozmát 9,5 évvel ezelőtt késelték halálra a Patrióta nevű veszprémi szórakozóhelyen. A 26 éves román válogatott kézilabdázót Rafael Sándor szúrta szíven. Abban viszont, hogy Rafael ezt véghez tudta vinni, Sztojkának nagy szerepe volt. Kozmán kívül még két válogatott kézilabdázó sérült meg, egyikük életveszélyesen. Marian Kozma családját sokként érte az, amikor megtudták, hogy Sztojkát 4,5 évvel korábban kiengedték a börtönből. Hogy mi a reakció? Hogyha egy gyilkosságért csak ennyit adnak, az azt jelenti, hogy többször is gyilkolhatsz. Azon kívül azért ült csak ennyit, mert a magyar állam ezt így látta jónak. Amúgy nálunk Romániában is így van ez. 9 év és 7 hónap alatt nem aludt ki a Mécses a sírjánál. Nem telt el egyetlen nap sem úgy, hogy gyertyát ne gyújtottam volna. Ugye Sztojka Iván, ő bűnsegéd volt. Ahhoz képest nem kapott ő túl sokat? Nagyon nehéz ezekbe az értékítéletekbe belemenni. Az ügy, hogyha kronológiak végignézzük, akkor életfogytigtól kezdődött, tehát az első bíróság ítélet életfogytigról szólt, a Sztojka vonatkozásában is 20 évről, és ehhez képest a kúria enyhített mind a két esetben, hogy ez most sok vagy kevés, egy ember életért semmi sem sok, és egyébként ezekért a bűncselekményekért semmi sem kevés. Fel kell kelnie, takarítania kell, együtt kell működni a személyzettel, és így tovább. De a jogszabály olyan dolgokat is nevesít, ami kifejezetten kötelezettsége. És a jó magáviseletbe olyan dolgok tartoznak például bele, hogy tisztelettel beszél a börtönőrökkel, a fogvatartott tisztán tartja a zárkáját, a személyes higiéniája megfelelő, ez is nagyon fontos. A kapcsolattartása a külvilággal megfelelő, nem követel olyan fegyelmi vétséget, amivel sújthatnák. 3 különböző programban is részt vett munkával,
jó magaviselettel, tehát például a zárka tisztán tartásával, a személyi körülményeknek, vagy a személyi higiénia fenntartásával, és így tovább. Tehát ez is egy elég komplex dolog. És azt látjuk, hogy az elítélt számos esetben, tehát a 25 eset az elég soknak számít, számos esetben kapott ilyen dicséretet. Az is beleszámít a jó magaviseletbe, hogy a sértetnek eddig egyetlen egy forintot sem juttattak el? A büntetőeljárásnak nem dolga, hogy ezeket a költségeket hogyan hajtsa be. Tehát ez nem a büntető eljárás része, ez megint egy ilyen közhiedelem, hogy ez ahhoz tartozik, de ez már egy végrehajtási eljárás, ami a személy ellen irányul, és hogyha a személynek nincsen vagyona, ezért nem büntethető senki. Kérdés. Egy erőszakos bűncselekményben résztvevő ember, aki aztán közel 10 évet ült börtönben, meg tud-e változni? Erre már Fligauf Gergely kriminológustól, egykori börtönpszichológustól kapok választ. Megmondom őszintén, hogy én a börtönben a lelkiismeret furdalás, vagy a lelkiismeretben én nagyon kevéssé hiszek. Tehát elképzelhető, hogy valakinek a tette miatt lelkiismeret furdalása van, de az nem olyan típusú fogvatartott, aki a rab hierarchiába magas helyet tölt be. Magyarán nem egy erős fizikumú fogvatartott, nem egy olyan fogvatartott, aki megjelenik valahol, és mindenki tekintélyét kezdi tisztelni. Ezek az emberek áldozat típusú emberek a börtönben, akiknek lelkiismeret furdalása van. A börtönben nagyon rossz áldozat típusú embernek lenni, mert folyamatosan a fogvatartott társak kikezdik ezeket az embereket. Ez nem egy jó túlélési stratégia. Mit jelent akkor az, hogy jó magaviselet? Tehát, hogyha a börtönben túl kell élni, hogyha a börtönben nem éri meg áldozat típusnak lenni, nem éri meg nagyon jónak lenni, akkor mit jelent az, hogy jó magaviselet? Hát, hogyha szociálpszichológiai szempontból nézzük ezt a kérdést, akkor a jó magaviselet az azt jelenti, hogy amit mutat a fogvatartott. Amit mutat, az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert hogyha mutatja, és ezt tényleg úgy érzékelik, akkor lehet, hogy tényleg az. De lehet, hogy nem. Na, ez itt a nagy kérdés. Fligauf Gergely ugyanis azt mondja, hogy ha valaki nagyon tudatos, akkor akár évekig képes arra, hogy valamilyennek mutassa magát. Ha pedig erre valaki képes, már pedig a börtönben sokan képesek erre, hiszen pár év alatt az emberek többsége már egyáltalán nem tudja, hogy ki ő valójában, mert annyival erősebb lett a kép, amit mutatni kell. Ezt a folyamatosan fennálló képet pedig a börtön személyzetének is el kell hinnie. Fligauf Gergely szerint ez a jó magaviselet. Ha esetleg ez áll fenn, hogy valaki nem a hierarchia csúcsán van benne a börtönben, hanem mondjuk a közepén, vagy esetleg a legalján, akkor elképzelhető, hogy azon kezd gondolkodni, hogy de jó lenne nem visszakerülni, és ehhez mit kell csinálnom. És akkor rájön, de tényleg évek után, hogyha nem segít neki senki, hogy valahogy először önmagában kellene megváltozni, önmagát kellene megváltoztatnia. Hogyha ez nem megy, akkor pedig az történik, hogy azt próbálja elérni, hogy ő maga is magasabbra kerüljön a hierarchiában, és akkor elindul egy nagyon-nagyon negatív személyiségfejlődés, aminek az lesz az eredménye, hogy az a személy is, aki nem volt bűnöző mentalitású, az is bűnöző mentalitásúvá válik. Sokakban felmerülhetett már a kérdés, hogyha nem Sztojka Iván volt a tényleges elkövető, hanem ő bűnsegédként vett részt Marian Kozma meggyilkolásában, akkor miért csak róla szólnak a hírek, miért egyértelműen csak az ő nevét emlegeti mindenki? A Sztojka volt, aki a médiában megjelent, és talán azért kapta fel őt a média. A másik két elkövető nem nyilvánult meg egyáltalán, tehát nem nyilatkozott, és talán ezért hanyagolt őket. Ő a legdominánsabb az elkövetők közül, és esetleg a tárgyaláson tanúsított magatartása, vagy az eljárás során tanúsított magatartása a legkevésbé volt szimpatikus, mind a bíróságnak, mind a közvéleménynek. A Borsod-Abaúj Zemplén megyei Olaszliszkán 12 évvel ezelőtt egy tanár autója előtt átszaladt az úttesten egy kislány, akit a tanár Szögi Lajos majdnem elsodor. Habár a kislánynak nem esett semmi baja, a kislány apja, testvérei és három rokona a kocsihoz rohantak, majd a tanárt, Lajost agyonverték.
Ezt a brutális esetet azért mutatom most meg önöknek, mert a bűncselekmény harmadrendű vádlottját éppen Sztojka után egy nappal, július 26-án engedhették volna feltételesen szabadlábra, ez azonban nem történt meg. Pedig ő is kifogástalan magatartást tanúsított a büntetés végrehajtása során. Az itteni bíró ugyanis a társadalom további védelmét fontosabb érdeknek találta, mint feltételesen szabadlábra engedni az elítéltet. Ez függhet attól is, hogy éppen melyik bíróságon van az ember? Nem mondanék ítéletet így a bíróságoktól. Tehát azt gondolom, hogy a büntetés végrehajtási bíró, akinek a jogköre az, hogy megítélje ezt az enyhítést, mert a feltételes szabadláb is egy enyhítés, és nem csak ebben a körben ítélhet, hanem végrehajtási fokozatot is lehet enyhíteni. És a másik tévhit ezzel kapcsolatban az, hogy a feltételes szabadlábra bocsátás az egyébként mentesítés bármi alól, ez egy próbaidőnek tekinthető. Az, hogy feltételes szabadságra bocsátanak-e valakit, az a fogvatartása alatt tanúsított magatartásától függ egyfelől. Másfelől ugye attól is eleve, hogy a bíróság kizárja-e a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét már az ítéletben, mert például többszörös erőszakos visszaesőknél ez törvényi kötelezettség, hogy kizárják. Illetve erről mindig a bíróság dönt, hogy igen vagy nem a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége. De ez csak egy lehetőség. Nyilvánvalóan azt megmondani vagy megítélni, hogy egy ember, jelen esetben Sztojka Iván, 9 év után valóban úgy megváltozott-e, hogy soha többé nem fog eszébe jutni erőszakos bűncselekményben részt venni, nem lehet. Azt viszont biztosan ki lehet jelenteni, hogy Marián Kozma családja azóta is romokban van, és számukra teljesen mindegy, hogy valakit 9, 10, 20 vagy akár 30 évre ítélnek el, a fiúkat már soha nem fogják visszakapni. A Heti Naplóban Török Réka riportját látták. Ami Sztojka egyetlen egy fillért sem fizetett még a Kozma családnak, ugye a gyilkosoknak összesen 16 millió forint körüli pénzt kellett volna fizetniük, de ezt nem vizsgálta a büntetésvégrehajtási bíró, és az sem, hogy állítólag egy vadonatúj BMW-vel hajtott el a börtönből.